Tavaly újoncként ezüstérmet szerzett a megyei első osztályban a Nagyecsed, amely a 2016-2017-es szezonnak is azzal a céllal vágott neki, hogy záráskor ismét ott legyen az élmezőnyben. Az hamar eldőlt, hogy a Balkányt aligha lehet megszorítani, így ismét a második helyre fókuszált az Ádámszky Róbert játékos edző által irányított együttes. A bajnokság felénél a második helyen is állt az Ecsed, amely a tavasz derekán kissé visszacsúszott a tabellán. A 23. fordulóban aztán visszavette az ezüstérmes pozíciót a csapat, és végül 14 győzelemmel, 6 döntetlennel és 8 vereséggel zárta a bajnokságot, 3 ponttal megelőzve a 3. Tiszavasvárit. Mindent elmond, hogy nem győzzük fogadni a gratulációkat, tehát erre senki nem gondolt, én úgy gondolom erőnfeje felül teljesített ez a társaság, de nem mondhatja senki, hogy érdemtelenül lettünk a másodikok. Sikerült összehozni egy olyan társaságot, amilyen kisebb családként működik, tehát nincsenek ilyen kihúzások, nincsenek klikkek, tehát ez nagyban befolyásolja, én gondolom, ebbe az amatőr fociban az eredményességet. Hát erre építünk jövőre is. A játékos edző elmondása szerint több emlékezetes mérkőzést játszottak az elmúlt szezonban. A sikeres szereplést követően, érthetően a pozitív élmények vannak többségben. Volt sok jó pillanatunk is, meg volt ugyanakkor sok rosszabb is. Sorolnám legutóbb például Ibrahimban a 92. percben kaptunk egy gólt, azzal lett döntetlen. Hát jó mérkőzés, viszont tudok többet mondani. Sényői győzelem, Balkányban egy X, tehát vannak olyan eredmények, nem véletlenül lettünk másodikok, tehát ahhoz kellettek bravó pontok is, de voltak olyanok, hogy egy Balkánytól otthon viszont kikaptunk 5-2-re, egy Vasváriba 3-1-re, de viszont onnan is mindig fel tudtunk állni. A nagyecseri csapat július 10-én kezdi el a felkészülést. A legutóbbi szezonban 17 fős kerettel dolgozhatott Ádámszky Róbert. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal sem várható jelentős játékos mozgás, a tervek szerint két ifista csatlakozik majd a felnőttekhez.